Mivel a darab több síkon fut, így azért ezt el kell mondani, hogy az első inspirációs löket az ont volt, hogy ugye erre a mai társadalomra való ráreflektálás, és a kérdés az endifferencia, hogy reagáljunk a körülöttünk lévő világra. A második, a val, ugye önmagában a darabnak a címében is benne, hogy falak. Ennek a falaknak ugye nagyon sok asszociáció lehetősége van, hogyha valaki akár a történelmileg gondol bele a kínai fal, berlini fal, a falak, mint egy globális kérdés, tehát hogy szétválasztanak világokat, embereket, a bennünk lévő határokat. És hát a harmadik ugye nagyon fontos volt, hogy ez az új generációs asszociáció, ami így létrejött, hogy fiatalok teljesen más kulturális közegekből érkeztek, ugyanakkor akár a Timi, Mászló Timi és Siket is nagyot halló színészhölgynek a jelenléte, Konya Tamás mozgássérültnek a jelenléte, a Hannibal portugál táncos, ír táncosunk. How I feel about the production is, well, it's quite interesting because there's a lot of different people there. There are a lot of new people who have joined the company this season for this production. And it's really interesting to see them move and to see how they choose to move themselves personally and how to work with them as a performer myself or as a choreographer. And it's quite interesting for me to see those differences and those lights and shades, dark, light. And I like this experience because it's different from the generic companies that you will just go in and you will just dance on stage and it's so generic, it's all bleh. And here there's life. There's like this little spark of something, and it's really interesting. Yeah. Amit a legjobban várok, az igazából egy nagyon szép duett egy kerekesszékes fiúval, Kónya Tamással. Ez nagyon mélyen érintett ez a dolog engem, hogy ezt a duettet elkészítsük. A családunkban többeknek amputálni kellett a lábát, így hozzám ez áll a legközelebb, és amikor ezt koreografáltuk együtt a Tamással, akkor nagyon, nagyon megérintett ez az egész. Tehát, hogy annyira színes gárda jött össze, annyira más kultúrákból és akár gondolatokból, hogy itt most inkább az én szerepem az inkább az ennek az összrendezése, és ezért is volt fontos az, hogy egy síkra húzni, tehát hogy egy tematikában tartani az egész előadást, hiszen akkor, ha értelmezhető például a szenográfinak a jelenléte, itt is fragmentszerű falak, részek vannak, amik megbomlanak, egy síkben állnak, eldőlnek, kidőlnek, rések jelennek meg, amin keresztül bomlanak ki koreográfusi elgondolások. Szerintem az egy nagyon fontos kérdés, hogy a falaknak nem feltétlenül a tragikus és hogy a negatív oldalát mutatjuk be. Szerintem nagyon fontos, hogy beláthatjunk ennek a szépségébe, a szép oldalába is, és azért talán annyit tudnék koncentráltabban elmondani, hogy hogy nagyon fontos, hogy a megrepet réseken keresztül, hogy felvillan a remény fénye, hogy van az emberiségnek megoldása, és hogy talán az indifferencia is a józan gondolkodás megtalálja azt, ahol ezt képes kezelni.